Itt állunk az Óvár nem közepén, de minden esetre az Óvár bejáratához közel. Azt el kell mondani mindjárt az elején, hogy az Óvár 1270 után, amikor 5. István a szászokat még hangosabban, az áldolják neki. Igen. Szóval, amikor 5. István a tatárjárás után ugye a meggyerült lakosságnak a pozlására szászokat és vendégeket telepített ide, akkor kezdett épülni, annyira sikeresen építették a telepesek, hogy még az 1500-as években is a jó kolozsvári magyarok, mert utána nyilván a vidék azért csak magyar volt, hogy fele-fele arányban majd többségbe kerültek, azzal azt dörgölték a szászok orra alá, hogy bezárkoztak az Óvárba, és ide nem engednek be senki mást. Hát tényleg így is volt, mert az utcanevekben például az Óváron kívül a Híd utca, a mostani Dózsa György utca, az már 1362-ben megjelenik okiratban, de itt az Óvárban egyáltalán csak ilyen szentekről elnevezett utcák tűntek fel, de ezt egyáltalán nem tartották nyilván, tehát nem volt olyan, mint a többi, hogy mit tudom én, Magyar utca, hogy Szentegyház utca, Farkas utca, Egyetem, Torda utca, Szén utca, stb. Monostor utca, tehát ezek egyszerűen itt az Óvárban ilyen nevek nem léteztek. Nem a lakosság adhatta, vagy kiadta, nem lehet tudni. Nos, nézzük meg, forduljunk egy kicsit vissza, és nézzünk arra kifelé, hogy ott látjuk azt a szűkületet, ahol az a ház kinebb áll, tulajdonképpen ott volt a városkapu. Itt ment ki a városból az út Torda fele, és ennek a meghosszabbításában alakult ki a Vásártérnek a nyugati oldala, az úgynevezett plébánia szer. A fal előtt pedig egy olyan körülbelül 6 méter széles és 3 méter mély vizes árok húzódott. Csak akkor engedte meg a tanács, hogy feltöltsék a vizes árkot, és oda is házakat építsenek. Tehát azok a házak, amelyek ott állnak, az Unió utca és az Óvár fala, illetőleg a főtér északi sora és az Óvár fala között, azok csak 1400 után épültek, amikor 1405 után, amikor Zsigmond király engedélyt adott, illetve újabb városi jogokkal ruházta fel a települést, és engedélyt adott arra, hogy az Óváron kívül jelentősen megnőtt települést fallal kerítsék. Tehát azt, ami ma mondjuk egészen fel a Petőfi utcáig, és keleten pedig a színházig, a Hunyadi térig, Bocskai térig húzódik, azt a részt is bekerítsék fallal. Újabb tornyok, újabb kaputornyok születtek. Nos, az a címer, ami Kolozsvárnak a címere, az a 1377-ben Nagy Lajos által megerősített három tornyos csapórácsos kapus címer, az tulajdonképpen az Óvár kapuját és három tornyát ábrázolta, de lehet, hogy nem pontosan nyilván az Óvárnak a tornyait, meg a kapuját. Tudnék, ez egy Európa szerte elterjedt címer motívum volt, több városnak a címerében is előfordul, ha nem is pontosan így, de ehhez hasonló módon. Hát valóban még később is szászok lakták, abból is látszik, hogy ilyen Mátyás király is a hátam mögött álló csúcsíves, megmaradt csúcsíves házból született 1443. február 23-ára, 24-ére virradó éjszaka. Ez Méfi Jakabnak, egy száz szőlősgazdának a háza volt, és a kaputól szemben állva balra az az ablak volt a vendégszoba, hogy úgy mondjam, ahol Szilágyi Erzsébet, a család Szilágyi birtokáról Vajda Hunyad felé menet megszállt.
és történetesen éppen akkor 1443. február végén is, és így látta meg itt Kolozsvárt a napvilágot Mátyás a későbbi király. Méhi Jakab után Kolb Mátyás örökölte a házat, a veje, és Mátyás király minden adó alól felmentette. Tehát akkor is volt ingatlan adó, és minden adó alól örök időkre felmentette, aztán később a ház, utána a család kihalt, a város birtokába került, majd a különböző, hogy is mondjam, események alkalmával, például amikor a kuruc szabadságharc leverése után a város erdélyel együtt a Császári Birodalomnak a része lett, akkor a katonaság szállta meg, és a bejáratnál az őrnek a bódéja az még később is állt. 1848-49-ben katonakórház lett, itt ápolták a szabadságharc sebesültjét. Közben azelőtt már úgy mondjam, tranzitházként működött, ami azt jelentette, hogy a rabokat, akiket egyik településről a másikra vittek, azokat itt szállásolták el, amikor Kolozsvárra érkeztek. Aztán 1849 után ismét a katonaság lett a birtokába, majd az első világháború előtt helyreállították, nagyon kicifrázták a tetejét is, egy néhány budai, éppen maradt budai csúcsíves polgárháznak a mintájára lefestették, színes cserepekkel látták el, nagyon ki volt cifrázva, Kolozsváron ez ilyen nem létezett. És akkor itt rendezték be az Erdélyi Kárpát Egyesületnek a 48-as múzeumát. Ez a 20-as évek elejéig egy darabig meg is maradt, aztán a háború után a Móricz Zsigmond kollégium működött itt egész 48-49-ig. Az egy ilyen szabad egyetem féle volt, és akkor a város a Művészeti Akadémiának adományozta az épületet. Ennek köszönhetően most már nem nagyon lehet bemenni, hogy meglátogassuk és sorra vegyük a termeket, hogy lássuk, milyen egy ilyen csúcsíves polgárház belülről. Tényes való, hogy helyreállították nagyon szépen a pincét is, és az, amit már kedden említettem a Felegváron, hogy honnan jönnek ezek az alagút mesék, hogy alagút innen, odas, onnan vissza, hát úgy, hogy a szőlős gazdák, mivel hogy a kapukon nem tudták bevinni a szőlős hordókat, hogy ne sérüljenek meg a hordók, és az udvarról nyilván nem nyílt az udvarról, se nyílt a pincének olyan lejárata, hogy a hordó ne sérüljön meg, akkor a ház falán kívül a pincét kitolták az utcára. Itt látszik is, hogy vannak lámpák, amelyek az épület megvilágítására telepítettek oda a fal elé, azok tulajdonképpen a pincéből nyílnak, és a pince még annál kinnebb jön, egy ilyen... Szóljanak, hogy egy kicsit hangosabban? Még hangosabban? Igen. Szóval a lényeg az, hogy akkor kitolták a pincét, és egy ilyen párhuzamos töltfa gerendából egy ilyen lejtőt, korabeli szóval élve korcsolyát eresztettek le a pincébe, és azon a korcsolyás, az a mesterember, aki ezzel foglalkozott, kötelekkel, ugye fékezve engedte le a nagy hordókat. Most később, amikor ugye a filoxéra, vagy a magyaros szellemességgel a gyilkos féreg kiirtotta a szőlőt, és megszűntek a hólyai szőlők, meg a bornyumáli, meg az andornokmáli szőlők, akkor a pince nyílásokat lefették, később majd le is aszfaltozták, utcakövezettel borították, és amikor egy-egy javítás, vagy mit tudom én, átalakítás, utcaszélesítés, ilyen-olyan munkálat során feltárultak ezek a
pince lejáratok, akkor, hogy mondjam, kapott szárnyra ez a jó, hogy mondjam, helyes szóval mondának nevezhető valami, hogy a Mátyás király szülőházától a Szent Mihály templom, még a Szent Mihály templomtól a monostori Nagy Boldogasszony templom, még a Nagy Boldogasszonytól a Feleki tetőig, meg a Leányvárig, meg a, mit tudom én, a Fellegvár tetejéig alagutak voltak, ahol a polgárok, hogy is mondjam, jó időtöltésként időnként végig sétáltak. Hát gondolják el, hogy azért ilyen alagutak építése rendkívül sokba került volna, és egyáltalán valószínűtlen ez az egész dolog, hiszen nem volt rá szükség. Egyszerűen nem volt rá szükség. Nos, a szembe levő ház a mögöttünk van, illetve önök mögött van, ez a sarokház, ez Bocskai háznak nevezik most, azért, mert 1557-ben itt született Bocskai István, és a város második legnagyobb, hogy is mondjam, állami rangot elért szülöttje. Úgy került ide, hogy amikor az erdélyi fejedelemség létrejött, akkor ő császárpárti volt, és János Zsigmond az apját ide számítte, és ide zárta be, szobafogságra úgymond, és persze vele jött a felesége, és akkor így látta ő meg itt 1557-ben a napvilágot. Na most ez is egy 100 családnak a birtoka volt, méghozzá az Eppel családé. Van egy olyan, hogy ismét egy olyan tévhit, hogy ebben a házban volt Hertainak a nyomtája, ami nem állja meg. Utólagos kutatások kiderítették, hogy nem itt volt. Éppen a tegnap voltam az akadémiai könyvtár előcsarnokában, azon a kolozsvári, régi kolozsvári nyomtászatnak a kiállításán, és ott is az van, hogy hát ez a Hertai ház. Hát nem Hertai, mert Eppel ház. Ez egy, hogy is mondjam, hosszú ideig élt kolozsvári 100 család. A tagjai közül sokan kerültek ki, tanácsosok, a szenátorok a város vezetésében, azon kívül később evangélikus, ugye a hippizás után evangélikus papok. Jobbra az a kis emeletes ház, amelyiknek az ablakát annyi virág díszíti, az egy Lukás Rodner nevű, ugyancsak vezető, városvezető tanácsosnak a tulajdona volt, amikor 90 után helyreállítási munkálatokat kezdtek végezni, akkor ott a töltelék anyag közül előkerültek a kapu fölötti kettő töltet darabokat közül, mert amelyiken az elmerjegyek ott látható, és a tanácsosoknak a fősorában kiderült, hogy ez nem volt más. Nem Rodner, vagyis Radnai Lukács. Bár akkoriban már ugye kezdtek elmagyarosodni, és a nevüket magyarul is írták. És kezdték már, ez 1600-as évek elején élt ez a Radnai vagy Rodner Lukács. Nos, ami az utcákat illeti, hát itt, ha megfordulnak egy kicsit erre kelet felé, akkor látjuk ezt a kis utcát, amelyiknek a végében fal zárja le. Továbbhaladásként balra kell kanyarodni, ez azért van, mert az Óvár déli fala ott tört meg az utca végében, és kanyarodott észak felé az Óvár keleti fala. A faltörésnél állt az úgynevezett torony, ami megmaradt, és mind a mai napig megvan, majd oda megyünk és bemegyünk a tárgyatágot, remélem megkérni is, és általában be tudtak engedni, hogy nézzük meg azt a fal maradvány. Sajnos a toronyhoz nem lehet bemenni, mert a bejárat egy magán személynek a tulajdona, és nem behozzáról. Arra hivatkoznak, hogy omlásveszély, meg ezeket az, hogy összebarnéztak a városházával, és egyszerűen nem engedik meg, hogy a közönség oda befejlődik. Nos, akkor bemehetünk, menjünk be ide a Bocskai házba, és nézzük meg a Bocskainak a címerét, a Bocskai. Óvári teremben, mert
érdekes módon nem a bocskairól nevezték el a termet, hanem óváriról, aki nagyobb összeggel járult hozzá az épület helyreállításához. Annak az óvári elemérnek, Kifé családnak a leszármazott Amerikában került módos ember lett, akik a Dorotó bejövetelekor az orosz tiszt fogadására rendezett, hogy is mondjam, ebéden lemészároltak mindegy szájuk. Na, akkor menjünk. Ebben az épületben, mint említettem, az Ekkel család házában volt számítve Bocska Istvánnak a lapja, ugye, hogy császárpárti volt, és János Zsigmond ide váratta be, és így született itt Bocskai István, aki viszont egyáltalán nem volt császárpárti, sőt, a legnagyobb ellenfele volt, és gyakorlatilag Bocskai István volt az, aki az egyik legsikeresebb császárellenes felkelést vezette, és valóban nem győzték le. Tehát mondjuk úgy, hogy utána a Tökölyi, a Rákóczi szabadságharcot, 48-as szabadságharcot azt leverték, de azt a Bocskai szabadságharcot nem. Királyá is akarták koronát, ugye nem fogadta el, azt mondta, hogy mint választott király Magyarország fejedelme címet elfogadja, tehát hogy is mondjam, nem volt olyan nagy hatalom éhes, hogy minden áron Magyarországnak a Szent Koronával megkoronálni a királya. De ennek különben is a koronát nem a császáriak ugye lefoglalták saját maguknak, mert ők voltak az örökösök, és így aztán Magyarország választott fejedelme címet kapta. Sajnálatos módon nagyon fiatalon meghalt, mert nagyon sikeres uralkodó volt. Nos, majd kimenjünk a felsorot és megnézzük, van egy sor latin nyelvű tábla, amelyben Boccacius az ő udvari költője, mert akkor Kassa is az erdély fejedelemséghez tartozott, és Boccacius pedig kassai volt. Ő volt az udvari költője, ő írta azokat a verseket ott latin nyelven, hogy a péntek, és a péntek 13 volt az ő szerencsés napja, másokkal ellentétben úgy látszik, hogy egyáltalán nem volt babonás. Minden esetre ezeket a táblákat eredetileg az épület homlokzatán helyezték el, majd később az 1800-as években hozták be. Az egyik kolozsvári emlékírő az 1600-as években, amikor ezeket az emléktáblákat elhelyezték, akkor nem is mondják, Segesvárinak talán, azt mondja, hogy csinálták fel az Eppel uram házára azokat az emléktáblákat. Hát ugye már akkor is ez a csinálás nagyon és használatban levő szó volt. És akkor az 1800-as években hozták be, 1800-as évek elején levették onnan, és behozták ide a kapu alá. Ugyanott volt a címe is, a beérünk baloldal azon a soron, ahol vannak ezek az emléktáblák. De amikor az 1900-as évek első felében sor került arra, hogy adjunk ki egy könyvet a polgári emléktáblákról és címerekről, akkor az épület, igen, aztán az épületnek a tulajdona, ahogy ez volt, aztán tanfelügyelőség, tanügykönyvkiadó, volt posta, tehát eredetileg az 1800-as évek második felében itt volt a Magyar Király posta, amíg fel nem épült az új posta épület, ami most is van, ugye, az a két emeletes nagy épület. És akkor egy bank akkor alakult Hamarjában, egy bank, egy szövetkezeti bank, az volt a neve Bankok, és az tette rá a kezdet az épületre. Nos, hát én jöttem azért is, már ugye voltam bent, és láttam ezeket a feliratos táblákat, meg a Bocskainak a címerét, de a kapus az nem engedett be, azt mondta, hogy sosem lehet róla, ez egy pénzügyi intézmény, és ide nem lehet csak úgy besétálni. De többször jöttem, és kitartóan, mert már nem emlékszem, hogy elpanaszoltam jobbra-balra, és végül sikerült az igazgatóval kapcsolatba kerülni, és elpanaszoltam neki. Azt mondom, hát miért nem jött hozzám egyenesen? Mondom, egyszerűen besengedtek a kapu, hogy menjek önből. És akkor olyan rendes, akkor már a kapusok is ugye már
megenyhültek, és akkor bejöttem és egyeztettem, közben megszereztem Bokáciusnak az eredeti szövegét, hogy lássam, hogy a kőfaragók annak idején, amikor vésték a kőbe a szöveget, hogy akkor milyen baklövéseket követtek el. Hát nem volt olyan sok, de azért vannak benne betűkimaradások, megcsompult szavak, meg ehhez hasonlók, ez magától értetődik, hogy hát azok a kőfaragók, azok írástudatlanok voltak, oda tették eléjük a szöveget, hogy azt vésték be, és akkor aztán ők szegények nézték se, hogy ahogy olvasták, bár ugye nézték, mert olvasni nem olvasták, ráadásul nem is magyarul volt, hanem latinul ugye a szöveg, na hát nem olyan veszélyes, kisebb-nagyobb hibák vannak rajta, rajtuk jobban mondva. Most akkor, mikor létrejött a Szapiencia, 1999-ben, ha nem tévedek, akkor az első fogás az volt, hogy akkor a bankkop az csődbe jutott, és hogy mondjam, egy csodával határos módon a Szapienciának, a Fidesz kormánynak köszönhető, az első Fidesz kormánynak köszönhetően annyi pénz áll rendelkezésére, ezt az épületet a Funár óval előtt megvásárolta. Hát azt mondom, hogy akkor ő majdnem agyvérzést kaphatott, amikor megtudtam, hogy ezek a rohadt fasiszták átadták a kezüket az ősi épületre, és akkor hozzáláttak, mert nem lehetett úgy használatba helyezni, ahogy volt, és évekig, vagy két évig alapos feltárás, kutatás, falkutatás, pincekutatás, mindent végeztek, és akkor sok mindent feltártak, hogy egyáltalán mikor jön az épület, hogy nyilván, hogy régi épület, mert ugye a Lóvár falán belül van, tehát nem a Vizesárokban épült, mint a falon kívüliek. És akkor a címert először áthelyezték a kapu ajnak a bejövetel felől nézve a jobb oldalára. És mikor ezt a termet kialakították úgy, hogy ez egy előadó terem legyen, akkor áthelyezték ide, és azóta itt van. Nos, hát a címertanilag, ugye kell nézni a dolgot, címertanilag jobb oldalt van a magyar 8 sávos királyi címernek, ugye az a 8 vágásos része, fölötte a 2-ös kereszt a 3-as halmon, naloldal pedig Erdély címere a hét vár, ugye, amit a németből vettünk át, az Ibben-Bürgen, fölötte pedig ugyancsak a Erdélynek a címere a sas, fölötte pedig a székek címer a hód és a nap. És középen pedig a saját farkába harapó sárkány az oroszlánt veszi körül, az volt a bocskajaknak tulajdonképpen a családi címere. Na most, ami az Ibben-Bürgent illeti, azt annyit mondhatok erről, hogy Winder Pál a brassói nagyszerű történész volt, kibogozta azt, hogy tulajdonképpen ez az Ibben, ez egy utólagos száz kitalálás, mert ilyen nem volt, hogy hét vár, hanem az volt a helyzet, hogy a patak, ami mellett Szerben épült, annak a Cibin, a neve mind a mai napig, ugye? Cibin, és hát az, a jó szászok, hát úgy látszik, hogy gondoltak egyetlen, mi a csodát jelent az, hogy Cibin, hát legyen Ziben. És akkor tettek még egy ebbetűt az év után, és akkor ez így lett belőle Ziben. De a légvilágon semmi köze nincsen a héthez, és hát ez van, de most már annyira közszolatba ment, hogy nincs is értelme ugye megcáfolni, illetve kiiktatni, mert tényleg szép maga így a mondta is. Az érdekes az, hogy ez aztán annak idején közszolatba ment külföldön is, mert például a lengyelek is úgy nevezik, hogy hét vár, csak lengyelül, mert akkor semmi a brud. Sebben a szép, és a brud a vár. Nos, a fölötte pedig igen, az a fejedelmi korona, nem pedig a szent korona. Ezek a kis plakettek pedig Gergely Istvánnak a munkái, aki az erdélyi nagyságokat kezdve János Zsigmondtól, meg a tudósokat, Apáczai Cseri János, fejedelmeket, Betlen Gábor,
pápai párizt, stb. Végig elkészítette, és azok vannak ide helyezve. Sajnálatos módon viszonylag nagyon fiatalon meghalt, 15-10 évben. Na, hát akkor lassan gondoljunk kifele. Nézzük meg a kapcsolatokat. Nos, amit említettem, ez a derékszögű törése az utcának attól van, hogy az óvárnak az északi fala itt tört meg, és halad, bocsánat, déli fala itt tört meg, és halad északi irányba az óvár keleti fala. És a két falnak a találkozásánál, itt bent az udvaron van az úgynevezett torony, ami megmaradt, ez mondhatnánk azt, hogy Kolozsvárnak a legrégebbi épülete a 13. század végéről, amikor a szászok ugye nagy forgalommal és ügyködéssel hozzáfogtak, hogy komoly kőfalakat építsenek, nyilván ugye ahonnan ők jöttek nyugaton, ez már javában működött is. Itt azelőtt valószínűleg az előző településnek, a korai Kolozsvárnak csak egy olyan egyszerű földsánc fala volt, azzal volt körülvéve, ennek semmi nyoma nem maradt sehol. Míg a monostoron, ami tulajdonképpen az ispáni vár volt, és az volt a megyeszékhely, az azért épült oda, mert a kor szokásának megfelelően ezeket a várakat mind olyan helyekre építették, ami könnyebben védhető magaslaton volt, és körbe lehetett, hogy mondjam, sánc, nem kőfallal, hanem földsánc fallal körülvenni, amit gerendával erősítettek meg. Na most akkor már annyira, hogy is mondjam, fejlettebb volt ezeknek a szászoknak a szemlélete, hogy ők kőfalakat emeltek az óvár köré. Nyilván, hogy maga az akkori település kicsi volt, így a saját erejük mértékében tudták ezt körülkeríteni. Na most, amikor a település túlnőtt az óvár falain, mert ugye fejlődött, hát ezt éppen annak köszönhetően, hogy Károly Róbert 1316. augusztus 19-én városi jogokkal ruházta fel a települést, ami azt jelentette, hogy szabadon választhattak maguknak bírót, szabadon választhattak papot, továbbra is megmaradhattak földjeik birtokába, minden 60 személy után egyet kellett a király seregében állítani, tehát egy háború esetén egy személyt voltak kötelesek felfegyverezni, hogy a király seregébe vegyen részt. Azon kívül a bíró az ítélkezett a kisebb, könnyebb bűnügyekben, mint amilyenek a lopás, csalás, betörés ehhez hasonló, míg a királybíró, az a városvezetésnek a második embere, jogilag nagyobb hatalommal rendelkezett, ő volt az, aki gyilkosságokban ítélkezett. Azon kívül be kellett fizessék nyilván a föld utáni adójukat, és ez olyan, hogy is mondjam, olyan jelentős volt a település életébe, hogy gyors fejlődésnek indult, ugye iparosok, szőlősgazdák szorgalmasan dolgoztak, és ezért... Vásárok voltak. Igen, ezen kívül jogot nyert a település arra, hogy rendes vásárokat, tehát heti vásárokat, országos vásárokat tartsanak, ami nagyon nagy jelentőségű volt, mert komoly bevételhez jutatta a települést. És azon kívül vám szedési joguk is volt, tehát az itt áthaladó kereskedőknek az áruját megvámolták. Hát nyilván, hogy ez a Károly Robertnek a nyugati származásával is összefügg, meg avval, hogy a kiskirályokkal, ezekkel a tartományi urakkal viaskodva meg kellett győződnie, hogy
az egyedüli, amire ő számíthat, az a város. Tehát minél több város van, annál pezsgőbb a gazdasági élet, és annál, hogy is mondjam, nagyobb támasztéka van neki, hogy egy központosított hatalmat tudjon létrehozni. Na most, amikor a Zsigmondnak az 1405-ös rendelete után elkezdték építeni a megnőtt, immár jóval megnőtt várost, falakkal, kaputornyokkal, akkor erre már nem volt többet szükség. Egy idő után, ugye ott állt az épület üresen, akkor hamar kitalálták azt, hogy hát ezt fel lehet használni börtönnek. És akkor ebből lett az a hírhedt tömlöc, ami aztán századokig egész a 48-as forradalomig a különböző átalakításokat végeztek, ugye, mert aztán megrongálódott, meg a rabok is kezdtek szökni, és végül 1848, még van egy emléktábla, és sajnos soha nem lehet bemenni, nézzük meg, hogy én, Kassai Mihály, stb. Stb., aki itt volt börtönőr, hogy 1821-ben, ha nem tévedek, akkor helyreállították megint, és aztán végül úgy maradt, hogy már nem használták semmire, és akkor múzeumot akartak berendezni, de hát túl nedves volt a levegő ahhoz, hogy ott a tárgyakat lehessen kiállítani. De végül eljutottunk oda, hogy a háború, második világháború után az egyik főtéri vendéglő, a Gambrinus itt rendezte be a úgy mondjam, a hűtőszekrényét, mert itt tartották az élelmiszereket, és a 90-es évek elején, amikor azt az emléktábla kötetet írtuk, hát szerettem volna bejönni, de nem lehetett, a pincérek egyszerre nem engedtek be, és amikor kérdeztem, hogy hát a főnökkel mikor lehet találkozni, hol szabadságon volt, hol nem volt kedve, meg mit tudom én mi. Na akkor végül a vendéglő bedöglött szerencsére, és megnyitották itt hátul a bejáratot, és a valaki, egy magánszemély megvásárolta, és berendezett ide egy speleológiai, múzeumot, amit sajnos románul így mondanak, hogy speleológia, aztán átvették a mi újságíróink is, és hiába vitáztam velük, hogy magyarul az nem speleológia, hanem speleológia, mert ugye a speleo a barlang, és barlangtani múzeumot rendeztek be, de nem működött egyáltalán. Azért be lehetett menni, hogy az ember felhívta a városházának az ügyeletessét, és akkor kijött ide, és kinyitotta az ajtót, de most már nem lehet egyáltalán bemenni. Nos, akkor mi ezt a kis kétemeletes szállodát illeti, itt egy főcintes ház volt még a 90-es években is, megvette egy vállalkozó szellemű polgár, lebontatta, és akkor nem, hogy mondjam, a környezet nem ismeretében elkezdték bontani az udvar végében levő kőfalat. És egy régész ismerősöm éppen itt volt, és erre járok, és látom, hogy javába bontják. És kérem tőle, hogy hát az a óvárnak a keleti fala, mire felbontják? Ózsának semmi jelentősége nincs, az egy másodlagos fal. Hát mondom, ne vicceljen már, hát az a toronynak az észak-keleti sarkából ágazik ki, és az az óvárnak a keleti fala. Akkor elmentem Popvicsihez, a megyei műemlékvédelemnek a vezetőjéhez, és mondom neki, hogy tud erről a dologról? Azt mondja, nem. Azonnal eljött ide, és rögtön leállította az egész bontást, és akkor az építető ügyes ember volt, elment Bukarestbe, megkerülte a megyei, hogy mondjam, műemlékvédelmet, de azért azok sem voltak éppen, hogy is mondjam, tökkel ütöttek, mert azt mondták, hogy jó, megkapja az engedélyt, de egyszer állítsa helyre azt a falat teljes egészében, de úgy, hogy kívülről az utcáról a kapun keresztül is lehessen látni. És tényleg, ha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy az üvegajtó belül is, és az utcáról is lehet látni a helyre állított keleti falat. Na most menjünk be, mert nagyon kedvesek voltak eddig mindig, és nézzük meg közelről, hogy is néz ki az óvár keleti, egykori keleti fal.